Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják! A legszínesebb szürke állomány. Ez a mottoja annak a Nemzetközi Egyesületnek, amelyik a legintelligensebb embereket gyűjt össze a világon. A Menza Magyar Szervezet, a Menza Hungarika Egyesület, amelynek már több mint 4700 tagja van. Tesztet írni ugye bárki tud, de bekerülni az alapítványba már nem. Hogy miért? Erről is kérdezem a Meza Hungarika elnökét, Kovács Katalint. Sziapatok, kata, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szia, továbbra is Egyesület. De... Ne, nem egyesületet mondtam. Nem alapítványt mondtál, megint. Itt, megint ah, alapítványt mondtam. Egyesületet ah. mondtam. Ja, mert még egyszer van az, a, meg kétszer van benne az alapítvány. Mert itt várjál van nézzek, ez, hogy annak a nemzetközi itt kijavítottam, és is utána is megint benne. alapítványt mondtam. Mm -hmm. Még van valahol belevejtetted még az alapítványt. Itt kijavítottam, itt meg nem javítottam ki. Mm -hmm. Úristen. Na, jó van, na. Három perc. Nem csinál. baj meg. Jó, na. Üdvözlöm Önöket, Szebeni Istvánt hallják! A legszínesebb szürke állomány, ez a mottoja annak a Nemzetközi Egyesületnek, amelyik a legintelligensebb embereket gyűjt össze a világon. A Menza Magyar Szervezete, a Menza Hungarika Egyesület, amelynek már több mint 4700 tagja van. Tesztet írni bárki tud, de bekerülni az Egyesületbe már nem, hogy miért erről is kérdezem a Meza Hungarika elnökét, Kovács Katalint. Szia, Kata, köszöntelek. Szia, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon boldog vagyok, hogy elfogadtad a meghívásomat, mert hogy ez egy, szerintem egy baromi érdekes téma, nagyon sokan nekifutnak IQ-teszteknek, magáról az intelligenciáról sokaknak sokféle gondolata van, meg arról, hogy ki mennyire okos, meg hogy mennyire kell azért különválasztani az intelligenciát attól, hogy most valaki aki okos vagy tanult, vagy hogy mennyire függ össze ez az egész, na erről fogunk majd jó hosszasan beszélgetni, de először is te kitöltötted de már a saját teszteteket, vagy ez kötelező? Természetesen kitöltöttem az Egyesületnek a tisztségviselőit, az elnökét is a tagok közül választjuk, választják, úgyhogy természetesen kitöltöttem 12 évvel ezelőtt. Arról lehet tudni egyébként, hogy milyen eredménye, vagy, ezt, vagy ez ilyenkor titkos amúgy, vagy el lehet mondani, hogy milyen eredményt értél el? A sajátját azt mindenki megkapja, uh -huh. másra vonatkozóan nem. Úgyhogy a saját eredményem az 135 fölötti. 130 fölött kerül be valaki az Egyesületbe, ez az érték magasabb, mint az embereknek a 98%-a által elérhető vagy elért eredmény. És akkor ezen belül még differenciáljuk ezt az úgynevezett 1%-os tagságot, tehát akinek ez 99% fölötti. Na igen, hogy ezt tisztázok, Léciás, tehát ami mondtad, hogy azért olyan 130-135 felett, már uh -huh. átlag feletti intelligenciáról beszélgetünk, a felett másféle tesztet kell kitölteni valakinek? Tehát, hogy van egy általános uh -huh. intelligencia teszt, amit, amit mondjuk ti elfogadtok, hogy ez, uh -huh. ez felel meg annak, és a fölött hogyan lehet mérni? A fölött mi már nem mérünk, mindenki ugyanezt a tesztet tölti ki, ahol a százat tekintjük, a száz pontot tekintjük az átlagnak, és akkor a 136 at tekintjük annak az értéknek, ami fölött már valaki beléphet az Egyesületbe, mert az az IQ már magasabbnak minősül, mint az emberek 98 áé De ebből a tesztből már az is kiderül, hogy mondjuk kitölti Jóska Pista, és ha ő neki ne... Tehát honnan tudom azt, hogy nem 132, hanem hogy 181, mondtam valamit, egy számot. Azt, azt már nem lehet mérni? Vagy ez csak egy ilyen, mert szokták mondani, hogy hú, nem tudom, uh -huh. híres ember, hát ő neki 178 uh -huh. volt az iq ez csak egy ilyen kitalált valami, vagy ez egy létező adatszám? Egyrészt a kérdés első felére centilisek vannak, tehát tólig határok vannak, Igen. így azt, hogy valakinek mondjuk 123-as vagy 124-es, azt nem tudjuk ennyire pontosan megmondani, azt tudjuk mondani, hogy neki 120 és 125 közötti az iq -ja. Ez a jelenleg használt IQ-tesztünk szerint százas átlaggal és 15-ös szórással mér. Vannak ettől eltérő IQ-tesztek, ez az oka annak, hogy kapnak az emberek ilyen 180-200 körüli eredményt is. Ez egyszerűen metodika kérdése, tehát az nem azt jelenti, hogy az ő iq ennyi ponttal magasabb, mint annak, aki 135-öt ír egy másik szórású teszten. A lényeg az mindig az, hogy a korosztályos átlaghoz viszonyítunk, tehát ez egy viszonyszám. És az kerülhet be az Egyesületbe, akinek az intelligencia hányadusan magasabb, mint amire az emberek 98%-a képes. Teljesen mindegy, hogy ez a szám, ez most 135 vagy 180 vagy 200. Ez lett volna a kérdésem, igen, tehát hogy gyakorlatilag 135 felett tulajdonképpen már mindegy, hogy az most 156, mert ez csak játék a számokkal? Mm, igen és nem. Tehát 135 fölött mi már nem, nem differenciálunk. Onnan már az az egy százalék, amit, amit mindenki, aki ezt a tesztet 135 fölött megírta, az, az elért. Tehát az a, az a 99 százalék fölötti. De hogyha valaki egy másik teszten mondjuk 180-at ér el, vagy 200-at ér el, az, az, nem azt jelenti, hogy ennyi ponttal magasabb az iq -ja, az azt jelenti, hogy az a teszt, az más metodika szerint mér. Mondjuk nem a százat veszi az átlagnak, hanem a 140-et, vagy, vagy, vagy akármi más metodika szerint. De a lényeg ott is az, hogy magasabb ez az érték, mint amire az emberek 98-99 a képes. Ez azt jelenti, hogy ti gyakorlatilag a tagok között nem is tesztek különbséget. Nem, egyáltalán nem. Tehát pont emiatt, hogy ne legyen egyfajta versengés, mert erre egy kis ki akartam mm. lyukadni, mert nyilván Nyilván nincs versengés? Nincs versengés, egyrészt, egyrészt nem is teszünk különbséget uh -huh. közöttük, tehát ezt a tesztet megírja valaki egyszer, bekerül, és elegendő egyébként egyszer megírni a sikeres tesztet, nem kell ismételni évente, vagy vagy bármilyen időközönként. Ezt valaki egyszer megírja sikeresen, és akkor beléphet az Egyesületbe, illetve nem teszünk különbséget alapszabályilag más szempontok alapján sem a menza, az nem kötelezi el magát semmilyen vallási, politikai, filozófiai irányzat mellett sem tisztázzuk már így magának a fogalomnak a jelentését. Tehát nagyon sokan félreértelmeznek nagyon sok mindent, tehát, hogy egy vadakat terelő juhász intelligenciája is az egeket is verheti. Így van? Tehát, hogy így jól van. gondolom. Igen. Jó? Tehát, hogy mit jelent tulajdonképpen az intelligencia fogalma? Ez egy pszichológiai fogalom, és ahány pszichológust megkérdezel, vagy ahány pszichológiai tankönyvet felütsz, mindegyik mást fog erről mondani. Amiben megállapodnak az az, hogy az intelligencia az, amit az intelligencia teszt Ér. Így röviden, Tomorán, akkor tehát... nincs mellébeszélés. Így van, és akkor akkor nincs a mellébeszélés, igen. Hogyan állítanak össze egy intelligencia tesztet például? Mert én, nyilván én is láttam már sok helyen, sokfélét interneten mm -hmm. mindenhol, de én például, aki... Egy teljesen átlagos képességű embernek vallom magam, én leültem, volt olyan, amelyek az intelligencia tesznek mondjuk a 80%-a körülbelül matematika volt, amihez mm -hmm. én atom. Tehát, hogy akkor innentől fogva hogyan tudom én magamat behatárolni, hogy nem tudom, a, az a része nekem mondjuk nem megy. Az azt jelenti, hogy akkor én most nem vagyok intelligens? Vagy ez hogyan lehet ezt így definiálni? Ezzel próbálok én. Keresni uh -huh. itt rajtad a fogást. Hú, most erre hosszan és. Is, is, hosszan is, mondd el igen, van tört, idők. igen, fogok válaszolni. Tehát, hogy miért is mérjük az intelligenciát. A, annak idején, amikor bevezették az általános tankötelezettséget Franciaországban, akkor hát észrevették azt, ugye milyen meglepő, hogy a gyerekek, akiket beiskoláztak hat évesen, ők nagyon-nagyon más mentális képességekkel rendelkeztek. Akkor még nem volt óvoda, meg nem volt semmi, ami felkészítette volna őket az iskolára, és hát nem tudtak ezzel a helyzettel mit kezdeni. Felkért a francia közoktatási minisztérium egy Biné nevű úriembert, hogy találjon ki erre valamit, és Biné állított össze egy olyan tesztet, amivel meg lehetett állapítani, hogy a gyerekeknek ez a, hát mondhatjuk mentális képesség Stégnek, ez éppen hol áll? Ebben a tesztben olyan feladatok voltak, hogy a gyerekeknek meg kellett mondani, hogy mire jó a gyufa, vagy például, hogy milyen napszak van akkor, amikor a nap lenyugszik. Ugye ez, ez fontos volt már akkor is, hogy ehhez semmilyen írási, olvasási, egyéb képességre nem volt szükség. Ezt a tesztet mindenki ki tudta tölteni. Az alapján, ahogy ezt kitöltötték, Bini miért egy átlagot? megmérte, hogy a 6 éves gyerekek azok milyen átlagos eredményt hoznak, meg a 7 évesek, meg a 8 évesek. És utána az egyén iq úgy állapította meg, hogyha mondjuk egy 5 éves gyerek az egy 6 éves szintjén teljesített, akkor ezt a számot elosztotta egymással, tehát a a az, ami, az, az emelkedett, akkor nyilvánvalóan a szám. Így van, elosztotta a hatot az öttel, kijött egy 1,2-es eredmény, és hogy ne legyen tört szám, megszorozta százzal. És akkor így azt mondhattuk, hogy, hogy ennek a gyermeknek ennek 120-as iq -ja van. Ott ez volt a metodika, ez a, ez a, hányados, és ebből is ered az IQ, az intelligencia kóciens kifejezés. Ez megmaradt a köztudatba, de az az érdekes, hogy a felnőttek iq nem így mérjük, tehát ott nem a száz éves embernek a a szellemi nézzük, szintje a... teljesen más. Így persze. van pontosan. Tehát, És hogy... az egyén saját szellemi szintje is változik. Hát nyilván nem ugyanott tartozott így van. 40 évesen, mint 80 évesen. Igen. Így van, igen, igen. Tehát, hogyha ezt a metódust követtük volna, akkor abból az jött volna ki, hogyha egy 50 éves ember egy 100 évesnek a szellemi szintjén teljesít, akkor az ő iq -ja az 200-as. De hát ugye a, a, helyzet az, az nem ez. És úgy kezdték el ezeket a felnőtteknek szóló iq teszteket standardizálni, hogy vettek egy, egy sokaságot, nemre is korra standardizálva, erre majd kitérek, hogyha érdekes, hogy ez miért van így. Tehát vettek egy sokaságot, és akkor megnézték, hogy, hogy, az a sokaság az hogyan teljesít átlagosan. Ezt, ezt az átlagot vették száznak, és akkor az IQ az egy ilyen gauss görbe szerint úgy néz ki, mint a kis hercegben, a, mikor Igen, a óriás kígyó Igen. ugye megette az elefántot. Ez egy csomó ilyen fiziológiai tulajdonságunkra igaz, ez a, ez a eloszlási görbe, normál eloszlási görbe, ami úgy néz ki, hogy a görbének a közepén, ahogy a százat vesszük átlagnak, ott ott a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy a legtöbben ott, ott, ott helyezkednek el. És ahogy a görbe lefut a két oldalra, úgy lesznek az egy-egy szélén egyre kevesebben. És ezt a statisztikai sokaságot így használták föl, hogy megnézték az iq rájöttek, hogy ez egy ilyen normál eloszlást mutat, és akkor megnézték, hogy, hogy milyen eredmény kell ahhoz, hogy ezt a, ezt a 98%-os szintet elérje valaki. Úgyhogy ezt megcsinálták különböző életkorokra és különböző nemekre. Ennek az a jelentősége, ugye az életkorra Egyrészt az IQ az 17-18 éves korra éri el a maximumát. Többek között ez az egyik ok na, oka annak... Is, na, tök jó, mesélj, igen. mesélj, jó. Ülök, mesélj, igen. Oké, okay, oké. Okay. Szóval, hogy az IQ az 17-18 éves korra éri el a maximumát, ezért is van az, hogy gyerekeket nem tesztelünk. Van egyéb oka is például GDPR, hogy nem tesztelünk 18 éves kor alatt, de ez a másik oka, hogy egészen addig, mint a tornasor, változik, hogy, 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 egy gyermeknek milyenek a, milyenek a mentális képességei, vagy konkrétan, hogy, hogy mekkora az iq -ja. Hát meg, hogy szellemileg mennyire érett egyáltalán. Így, így van. Pszichésen, igen. érzelmi, értelmi érettség. Hát igen. A Egyforma korú gyerekek is teljesen különbözőek. Így van, a, igen. Van-e kedve kitölteni azt a tesztet éppen vagy akkor? Épp éhes, vagy és nem érnek. Igen, így van, igen. Úgyhogy ezért is van az, hogy, hogy gyerekeknél nem, nem mérünk IQ-t, illetve a, már említett GDPR okok, ami meg azért érdekes, de most csapongani fogok, az a baj. Jó, nem baj, de mesélj, mesélj. Mesél. Szóval, hogy a, az IQ az tulajdonképpen egy különleges adat, az embernek a pszichés képességeire vonatkozó adat, és a tesztelésnél ez is egy nagyon fontos szempont, hogy van az Egyesületnek egy felügyelő pszichológusa, nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi menzák mindegyikében, és az összes tesztet ő értékeli ki, és az összes tesztnek az eredményét csak ő tudja. Nekem szokták azt mondani ismerősök, hogy azért nem írnak tesztet, mert mivel én vagyok az elnök, úgy is látom az eredményt, és hogyha ők nem jó eredményt érnek el, akkor majd így beégnek előttem. És nem, tehát ez fontos elmondani, hogy sem én, sem más az Egyesületből ezt nem tudjuk. Tehát nem úgy néz ki, hogy ott kipináljuk az eredményt, és a 4700 tag azt néző, hogy ah, nézd már neki, és nem akkor lett nincs meg. Más verseny. Így van, igen. igen, igen, hanem ez az egy ember az egyesület felügyelő pszichológusa tudja ezt az eredményt. Tehát magyarul vagy tag vagy, vagy nem? Így van, igen. Annyiban, hogy ha nem vagy tag, akkor is kapsz egy, egy eredményt, egy ilyen túlik határt. Tehát a, a, egy oklevelet küldünk ilyenkor, és azon szerepelni fog, hogy a te ikud az mondjuk 100 és 115 közötti, vagy 115 és 125 közötti. Szóval, hogy ennyiben, ennyiben pontosítjuk ezt az eredményt. Nem csak annyit fogsz kapni, hogy hát bocs, neked nem sikerült. Ez azért is fontos, mert aki megközelíti ezt a 130-as meza szintet, de éppen nem ért el valami miatt, éhes volt, fáradt volt, stresszelt, nem tudott koncentrálni, az egy év elteltével meg tudja próbálni újra. Vannak hatalmas különbségek? Tesztik? Vagy ti pont, hogy pont emiatt nem is tudjátok, hogy mekkora különbségek vannak teszt és teszt között, hogyha ugyanaz az ember írja? mi egyfajta tesztet íratunk csak. Nem úgy értem, az eredményében. Tehát, hogy mondjuk valakinek nem sikerül, uh -huh. megpróbálja egy év múlva, és sikerül, akkor mekkora lehet a különbség mondjuk teszt és teszt között, ugyanannál az egyénél az mm. eredmény tekintetében. Tehát, hogy mondjuk tegyük fel, mm. amit mondtál, hogy lehet, hogy mm. ott fáradt volt, összeveszett Igen. otthon anyuval, Igen. gyerek még sírt otthon a kanapén, mm. vagy akármi, vagy nem tudom, szakított a szerelmével, mm. és nincs olyan lelkiállapot, mert gondolom ehhez egyfajta lelkiállapot is kell, lelki nyugalom, vagy az, amit mondott, hogy egyáltalán stresszel egy ilyen helyzetben. Így van, igen, ezért is szoktuk azt mondani, hogy az, az IQ az nem növelhető, tehát hogy arra nem lehet így készülni, nem lehet tréningezni magát valakinek, hogy akkor tesztet akar írni, de akkor előtte minden nap gyakorol, ennek nincsen értelme. Viszont aminek van értelme, hogy kipihent legyen az ember, fókuszált legyen, ne idegeskedjen lehetőleg, ezért is van az, hogy nekünk a tesztírás előtt van egy egyúrás előadásunk az IQ-ról, erről a mérési metódusról, amiről én is beszéltem, illetve magáról az Egyesületről, tehát próbálunk egy ilyen icebreaker jelleggel így, így mindenkit megnyugtatni, hogy, hogy, ez nem vérre megy, és hogy attól már mi intelligensek vagyunk, nem leszünk se okosabbak, se gazdagabbak, se vonzóbbak, tehát hogy ez, ez egy tulajdon Aminek adott esetben örülünk, de, de mást nem jelent. Illetve ezért van az is, hogy például fesztiválokon kitelepülünk ugyan, nagyon sok fesztiválon meg voltunk találhatók idén is de nem íratunk ott tesztet. Ezt sokszor szokták nem kérdezni. Sok értelme, igen, lehet, hogy, de hogy a, akkor, nem itt, nem. akkor, itt, lehet tesztet én, és akkor ezt szoktuk mondani, hogy figyelj, egy van. Majd vagy dél körül, mert reggel még igen. ne a tegnap miatt, este igen. meg már nem igen. I így van, igen, hogy, hogy nem biztos, hogy neked erre most lesz nyugodt 40 perced, úgyhogy majd gyere el az irodánkba, a hatodik kerület bajnok utcába, vagy vannak külső helyszínek. Van rá igény? A tesztírásra? Aha. Hogy ne. Tehát van. sokan van. jelentkeznek, és. Igen. Ö, Szerintem Pesten általánosságban azért két hetente íratunk tesztet, vidéki városokban pedig van, ahol havonta a nagyobb városok, vagy az egyetemvárosok, Debrecen, Miskolc, ott azért havonta, két havonta van tesztírás, de kisebb városokban is azért fél évente egyszer tartunk. Miért fontos ez az Egyesület? Tehát mondom én, amikor legelőször hallottam uh -huh. rólad, meg olvastam rólad, meg az Egyesületre, és akkor elgondolkoztam rá, hogy hát jó, jó, oké, megírjuk a tesztet, vagy bekerülünk az Egyesületbe, uh -huh. vagy nem, de hogy egyébként számotokra fontos, vagy az, hogy bekerülne ebbe az Egyesületbe, ez egy presztízs, uh -huh. vagy ti például mondjuk tartotok. Tehát, hogy ez egy összetartó Egyesület, és egy, uh -huh. most nagyon csúnyán fog fogalmazni, inkább kapcsolatépítő, uh -huh. rendszerépítő dolog. Abszolút is. Tehát mindegyik, uh -huh. ezek mindegyike igaz. Azt tudni kell, hogy mi attól függetlenül adunk egy teszteredményt, hogy valaki be akar -e lépni, vagy nem. Ez, ez abszolút megelőzi. Van, aki csak azért ír tesztet, mert szeretné magáról tudni egy ilyen hivatalos validált teszten, hogy neki az IQ-ja mennyi. Kap egy oklevelet, kiteszi otthon a falra, vagy éppen nem teszi ki, és neki ez elegendő. Hogyha valaki szeretne egy abszolút ösztönző közeget, 4700 taggal, az ugye be tud lépni a menzába, és itt azért rengetegféle lehetőség, meg kedvezmény, meg, meg alkalom van mindenfélére. Ezt el szoktuk mondani egyébként a tesztírás előtt, hogy... Van valami előtt, kis hogy... klubkártyátok, akár mint mondjuk egy városnál, hogy adnak egy kártyát, és nem tudom, aki menz a hungarika tag, az mondjuk 10% kedvezénnyel vásárol valahol belépőt. Most mondtam valamit, hogy Abszolút... mondjuk egy kereskedéssel van szerződésetek, van. tehát Igen. ez így működik, akár mint egy szervezet? Így van, van egy ilyen oldala is, hogy uh -huh. ezzel a tagkártyával, ezzel kedvezményeket kínálnak nekünk egyrészt cégek, bankok, mert ugye ez a majdnem 5000 ember, ez már egy, egy, egy értelmezhető célcsoport. Arra, hogy mondjuk És nem mondjuk rossz egy célcsoport. Így van, igen, arra, hogy mondjuk egy, egy flotta kedvezményt kapjunk egy mobilszolgáltatónál, de olyan is van, hogy a tagok, ugye van közöttünk cégtulajdonos, vagy, vagy aki bármilyen szolgáltatást nyújt, nem tudom, nyelvúrákat ad, vagy vagy nem tudom, virágboltja van, akármi hasonló, akkor az tud a tagoknak kínálni egy kedvezményt, ami mindenki számára elérhető onnantól. De most megfordítom, megkeresnek benneteket, bár szerintem biztos, hogy akár mondjuk valaki állás lehetőséget kínál, és mondjuk uh -huh. érkezik be hozzátok ilyen lehetőség, hogy mi ebből a szervezetből gondoltunk esetleg valakit, vagy tehát, hogy ti ilyen vonalon is mozogtok például akár. Abszolút nyitottak vagyunk rá. Ennyire direktben még nem érkezett mondjuk egy vállalat részéről megkeresés. Olyan szokott lenni, hogy állásbőrzére, vagy bármilyen tech jobb feljel. Hát mert, mert ez egy fontos, bennük. tehát azért akárhogy nézzük, mondhatjuk, hogy nem függ össze azzal, hogy okos valaki, mm -hmm. meg mennyire tanult, de azért egy. egy intelligencia hányados egy, egy embernek akkor is valamilyen szinten mégiscsak a fokmérője, tehát hogyha mondjuk én munkáltató lennék, akkor szerintem ez egy tök jó dolog, hogy azon elgondolkozni, hogy, hogy nyilván attól függ, hogy milyen jellegű a cégem, mm -hmm. de szerintem ez egy jó dolog. Ö, igen, ezt egyébként felszokták ismerni cégek is, ö, inkább olyan formában, hogy ö, a, akik már ott dolgoznak, ők ilyen ajánlói program keretében uh -huh. szokták közé tenni ezeket a felhívásukat, és onnan elég sok meccs, tehát hogy elég sok elég sokszor van olyan, hogy a kereslet kínálat találkozik, mert a munkáltatók is szeretik a menzásokat alkalmazni. Megint csak megfordítom, egy munkáltató végeztethet egyébként intelligencia tesztet? Akár a saját alkalmazottaival? Van erre valamiféle szabály, vagy ezeket ö, sérti valamiféle személyiségi jog? Mert nyilván, ha valaki megkeres uh -huh. titeket, hogy minden szeretnénk választani uh -huh. munkaerőt, az egy más dolog, mert uh -huh. akkor az egy win-win helyzet, uh -huh. de hogy alapvetően egyébként, hogy nem tudom erre, hogy van-e valamiféle ö, szabályozás. Hát kötelezővé vélhetően nem teheti. Szóval, uh -huh. hogy ez, ez tényleg egy, egy egészségügyi különleges adat, ha csak nincs valamilyen erős célhoz kötöttsége, már pedig szerintem nincs. Tehát az intelligencia fontos, de nem hinném, hogy bármilyen pozíció betöltésének a feltételeül lehetne szabni. Nem. nem? Talán szer szerintem. Mert érdeket, olyan sokszor használjuk, ez olyan érdekes ez a téma, hogy olyan sokszor használjuk azt, hogy például, hogy nem tudta ezt a helyzetet intelligensen kezelni. Például egy vezető akkor mégiscsak kell, vagy, vagy ez csak a napi szóhasználat miatt gondoljuk ezt? Én azt gondolom, hogyha valaki egy ilyen IQ-tesztet, egy ilyen eredményt becsatol az önéletrajza mellé, az abszolút pozitív. Viszont kötelező tenni én nem gondolnám, hogy lehet. Néhány kivételtől eltekintve, tehát hogyha jól tudom, akkor mondjuk az USA-ba a vadászpilótákkal töltetnek ki ilyen, ilyen, tesztet. Hát mert mondjuk döntési helyzetbe van, kerül. Igen, Tehát azt azért mondom, hogy nem mindegy, vagy például egy nagyvállalat vezetőjének például mm. ajánlanát, hogy ilyen el ki egy ilyen tesztet, vagy, vagy egy egót mondjuk sérthet, hogyha mégsem úgy sikerül, hogy kezébe adják ugyanaz oklevelet, ami mm. nagyon szép, de felakasztatja a falra, mert pont nem Igen. éri el azt a szintet. Ez az ajánlás is olyan dolog, hogy van, amikor valaki kitölti és egy magasabb eredményt ér el, és az adott esetben hogy is mondjam, rosszabb következményekkel jár, mint hogyha ki sem töltötte volna, mert hogy ez nem mindenkinek ugyanazt jelenti. Szóval, hogy amikor megkapja valaki a pozitív teszteredményt, akkor lehet neki örülni, kitenni a falra, belépni az egyesületbe, de van, aki tényleg a homlokára tetoválja, és azt mondja, hogy hát akkor én innentől intelligens vagyok, mindenki elhallgathat, mert hogy én több vagyok, mint más. Úgyhogy ezt is el szoktuk mondani, hogy attól még, mert valaki intelligens, attól, attól nem lesz jobb, nem, nem lesz okosabb, ez egy tulajdonság. Mint ezt ahogy... Tudni kell kezelni. Így van, igen, ezt tudni ez kell. Nagyon a amit kezelni. Mondta, hogy előtte van egy ilyen egyórás, kvázi foglalkozás, mm -hmm. amire el igen. van mondva, hogy ott, mert ugye azt is szeretem volna kérdezni, hogy például mennyire csalódottak az arcok. Hát azért én biztos csalódott lennék, hogy nekifutok. Mm -hmm. Hát ha és hát köszönjük szépen, pisztikém, akkor mm -hmm. <laughs> itt van ez a papír, mm -hmm. aztán ebbe a fiókban nincs annyi. Uh -huh. Ezt azért nem tudjuk, mert ugye erre is adatvédelmi okok uh -huh. miatt nincsen utánkövetés, tehát hogyha valaki megírja ezt a tesztet, akkor ez számunkra ott ér véget, hogy kitöltjük, vagy kiküldjük neki e-mailben az oklevelet. Ja, tehát ő, ő az eredményt tehát nincsen személyes átvétel, vagy bármi, hanem Nincs. ez online. Oké, okay, hogy te nem látod az eredményt, de olyan sincs, hogy te lá... hogy itt. Tehát utánkövetés nincs, e-mailen megkapja a kedves János. Igen. 128, köszönjük szépen. A Így olyan. Ő, ő utána, tehát hogy ő utána kérdezhet minden kérdésre, abszolút készségesen válaszolunk, de olyan nincs, hogy mi megkeressük a sikertelen tesztírókat egy év múlva, hogy na hát akkor letelt az egy év, esetleg nem jönnél el újra. Ilyet nem, ilyet nem csinálunk, nem is csinálhatunk. Ő azt sem tudja, hogy mit rontott el a tesztkérdésekben egyébként? Nem, nem, na, azt sem e tudja. Ezért, mert ugye ez olyan, mint egy Kresz. Teszt, hogy töltött könyv most, ott jobbra kellett volna, kinek uh -huh. van elsőbsége, stb. stb. Uh -huh. De azért csak kíváncsi vagy rá, hogy ha mondjuk 10 pontból érsz, akkor uh -huh. mit rontottál el. Erre szándékosan nincsen lehetőség? Hogy utólag megtudja, hogy mi az, ahol hibázott. Így van igen, ezt a teszt értékel, a tesztírásnál el is szoktuk mondani, hogy az értékelés során sem azt nem adjuk ki, hogy neki hány pontja, olyan értelemben hány pontja uh -huh. lett, hogy a, a hány válaszból hányat adott meg helyesen, vagy hogy mennyit kellett volna még az ő a korcsoportja, alapján ahhoz, hogy bekerüljön, tehát ezeket az információkat nem adjuk ki. Többször is említetted, hogy az intelligencia nem függ össze azzal, hogy most valaki mennyire okos, vagy mennyire tanult, mert hogy az intelligenciát elméletileg nem lehet növelni. De tényleg nem lehet növelni? Tehát, hogy nem indul-e hátrányból -e az, aki mondjuk tényleg nem olyan családi kötelékből érkezik, vagy olyan iskolából, mint akinek mondjuk minden adott volt. Tehát felnőtt korban nem lehet növelni, nem lehet egy tesztre felkészülni, hogy magasabb uh -huh. eredményt érje el. Az IQ az 17-18 éves korban alakul ki végleges értékére, hogy ezt az előbb beszéltük, és addig Nagyjából 50% környezet és 50% örökletesség, ami, ami hat rá. Tehát, hogyha valaki mondjuk magas iq örökölt, de a környezete az abszolút nem támogató, akkor, akkor, ő nem fog olyan magas értéket elérni, mint ahogy akkor sem fog, hogyha mondjuk támogató a környezet, viszont nem, nem olyan skillsettel indul mondjuk genetikailag. Tehát mondjuk onnan indulunk, hogy beirathatom én Józsikát a legmenőbb budapesti gimnáziumba, hogyha Józsika szegényke annyira nem értelmes, akkor hiába ki, akkor is ki fog jönni, hogy nem tud úgy teljesíteni, vagy, vagy, vagy egy tanulmány eredménynek. Most ugye nagyon sokan úgy készítik fel a gyereket, hogy be, valahogy mm. bejuttatom abban a gimnáziumban, mert hú, hát neki oda kell járni, mert a szomszéd gyereke is oda jár. Igen, ám csak bukdácsol Józsika, mert Józsika mm. képtelen teljesíteni. Ennek van-e köze az intelligenciához, vagy nincs? Vagy, vagy ez már egy teljesen más, más terület? A menzában erre is van mindenféle példa, pro uh -huh. és kontra. Vannak olyan tagjaink, akik mindig a, a legjobbak voltak, és osztály elsők, és is mindenféle versenyen jó eredményt értek el, és nekik ezért jött az ötlet, hogy, hogy megméressék az IQ-jukat. És van a másik véglet, akiket pedig hát nagyjából mindenhonnan kicsaptak. Ezek és... ezzel, kezden, mert ugye alapvetően mindig Albert Einstein szokták hozzá, uh -huh. hogy ő a, a matematika zseni, jó, uh -huh. aztán utána kiderültek, azért nem feltétlen volt úgy, hogy nem volt kette. És matematikából, Igen. meg stb. Nyilván ezekből uh -huh. ilyen urbán legendák lettek, de hogy akkor elméletileg az sem keseredjen el, akinek mondjuk a tanulmányi átlaga nem színjeles, attól még ő lehet egy nagyon intelligens ember. Abszolút. Ez a, ez a két dolog, ez nem korrelál egymással túlságosan? A hétköznapi életben ö, fel tudjuk azt mérni, hogy ki intelligens, és ki nem. Mert ez nem egyfajta viselkedési uh -huh. forma, hanem egy pszichés helyzet. Igen, és nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy a magasabb IQ az sokszor, ez, ez nem egy ilyen mért eredmény, uh -huh. de mm, abszolút, mondjuk a saját megfigyelésem az, hogy a magas IQ az sokszor együtt jár a szociális készségeknek a kisé visszamaradt szintjével. Tehát ö, nagyon sokan vannak nálunk, akik kifejezetten introvertáltak. Olyanok Tehát is, nem a diszkó királyok általában a ö, magasan kvalifikált ö, emberek? Na, na, inkább azt mondanám, hogy nagyon sok intelligens emberre jellemző az, hogy ő inkább introvertált, emberkerülő. Vannak olyanok is, akik a mindenféle szociális normákat, azokat nehezen, nehezen értelmezik. Nem tudom, hogy. Az oka. Beszélj már mm -hmm. egy picit magadról, hogy értsen, tehát mm -hmm. hogy például te mondjuk milyen típusú ember vagy, egy, egy nagyon kedves, kár egyébként, mm -hmm. hogy ez csak podcast és nincs kamera, egy, egy tünemény, nagyon helyes, nagyon csinos, gyönyörű lányú velem szemben, de teljesen, és mégis nem, nem gondolnám azt, hogy bármennyire másképpen mm -hmm. viselkednél, mint egy korosztályodbeli nő. Én azt szoktam mondani, hogy én egy olyan introvertált vagyok, aki nagyon szeretne extrovertált lenni. Csak nem tud. De amúgy megy is, pont ezek a beszélgetések, tudod, van ez a fékítéljumai kicsit, szóval. Igen igen, 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 ezek abszolút segítenek. Tényleg vannak helyzetek, és nagyon sokszor a menzám belül vannak olyan helyzetek, amikor így abszolút benne vagyok a flóban, és érzem azt, hogy nekem most itt nagyon jó lenni, nagyon jó társaságban, nagyon jó programokon. Én például abból hogy hogyha utána egyedül lehetek. Szóval, hogy ez nekem tud tud sok lenni. Akkor, amikor ott vagyok, akkor jól érzem magam, de tud sok lenni. Volt most egy négynapos táborunk, minden évben tartunk egy ilyen négynapos tábort, uh -huh. most bükfürdőn volt, és a csütörtöktől vasárnapig ilyen, ilyen nagyon inspiráló, nagyon sok interakcióval közös járó. Közös reggeli, közös ebéd, közös, a teljes van. csapat hát munka. Igen, uh -huh. all inclusive a Danubius Hotelben ez a reklám helye, de tényleg tényleg teljesen jó színvonalú szállodában, nagyon jó színvonalú programokkal, 400 menzással együtt, és ott is nagyon-nagyon jól éreztem magam, de vasárnap, amikor hazamentem, akkor úgy voltam vele, hogy én most két napig nem, nem szeretnék ezekkel az emberekkel sem, semmilyen sem sem interakciót, mert azért abból töltek ezek, hogyha egyedül lehetek. A, a, ezt alapvetően is el lehet mondani egyébként akkor a magas intelligencia emberekről, hogy szeretnek egyedül lenni? Mert hogy pont emiatt, hogy, hogy nem feltétlen találja a megközösségben a helyét, vagy mi, mi az oka? Általánosságban nem szoktunk ilyet, semmilyen tulajdonságot nem szoktunk igen, mondani. Igen, tehát lehet-e valamiféle igen, ide próbálok kiukadni, hogy egy, egy intelligens emberről én hogyan tudom megállapítani, uh -huh. hogy ő egy intelligens ember. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezt ezt, hogy lehet... Ez fontos, akár egy állás Igen, igen. Nem, nem mondhatom neki, hogy, hogy töltsd ki egy tesztet, mert ezt nem teszed meg, uh -huh. de azért mégis, vagy párkapcsolatkeresés. Leülsz uh -huh. egy asztalhoz, beszélgettek, persze, hogy jó, most a kémiát vegyük uh -huh. külön ebből a történetből, uh -huh. hát azért mégis fontos, hát vele beszélgetsz, vele töltesz el uh -huh. időt, akkor uh, hogyan lehet ezt felmérni, vagy, uh -huh. vagy kideríteni, vagy, vagy, tudom, hogy ez az, hogy kideríteni, ez így nem helyes. Ez egy nagyon jó kérdés, nincs is rá exakt válaszom, talán azt tudom rá mondani Stephen Hawkingnak, van egy ilyen megfogalmazása, hogy az intelligencia a változásokhoz való alkalmazkodás képessége. Talán ebben ragadható ez meg, hogy. Vagy például. Az, de milyen jellegű változások? Tehát, ha te mondjuk munkahelyet változtatnál, uh -huh. szerintem az mindenkinek nehéz egy munkahelyet változtatni, uh -huh. függetlenül az intelligenciát. Az a, mondjuk a beilleszkedés uh -huh. lehetősége. Vagy... Talán az, hogy mennyire tudunk gyorsan a bejövő összes információt a lehető legjobban feldolgozva döntést hozni. Talán egy kicsit megfogható példa az autóvezetés. Hogyha, hogyha valakire azt mondjuk, hogy, hogy intelligens, hogy ott van egy forgalmi helyzetben, azonnal átlátja, tudja értelmezni a szabályokat. Az fontos, hogy mondjuk a jobbkezes utcánál ő tudja, hogy ez egy jobbkezes utca. Egyrészt már megtanulta, emlékszik rá, másrészt már felfogja az adott szituációban, hogy az az. De mondjuk, hogyha éppen beleszalad, vagy hogyha éppen másiknak kellene jobb kis szabályt adni, és nem adja meg, akkor, akkor tud, tud korrigálni. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk nem tart be egy szabályt, akkor el is ismeri, hogy ő volt a felelős? Így van, igen. Mert azért ez egy képesség. Igen, igen. Mert igen. ugye mindig tudja, ah, tehát focizunk, valakinek a kezét uh -huh. a de a mondja azt, hogy nem volt kész, tíz, meg azt mondja, hogy kéz volt. Igen. És egy mindig van, aki azt mondja, hogy gyerekek, most tényleg kéz volt. És abból uh -huh. a csapatból, ahol tíz azt mondja, uh -huh. hogy ez nem volt kész. Ez is igen. ehhez mérhető, mondjuk? Abszolút, igen, ez is lehet ennek egy attribútuma, hogy, hogy akkor az információkat feldolgoztam, az lett az eredmény, hogy, és akkor tudom, hogy ha ezt mondjuk most elmondom a többieknek, azzal egy csomó további ilyen helyzetet meg lehet oldani, rövidre lehet zárni, és abban a helyzetben nekem ezt, ezt el kell mondani. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kérdés tényleg, hogy hogyan lehet valakiről, aki intelligens felismerni, hogy intelligens, talán ezekre a helyzetre való reakciókból. Egy intelligens ember az, most megint ugye csak átlagban tudunk gondolkodni, hm. tud utat mutatni? Tud tanító lenni? Vagy mert ugye pont azt mondtad, uh -huh. hogy személyiségén fogva nem, nem feltétlen uh -huh. társasági ember. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ezek a tulajdonságok felel lehetőek például? Ez is egy érdekes kérdés. Vannak a, a menzában tanárok, vannak jó tanárok, vannak például olyan nyelvtanárok, akikről azt mondják a többiek, hogy hát én 8-10 éve nem tudok megtanulni angolul, uh -huh. mert mert nem volt olyan módszer, ami rám illeszkedett volna, és akkor vele meg sikerült. Tehát biztosan vannak ilyenek is. A, a saját példámon keresztül meg ennek az ellentétét tudom mondani, hogy ha én egyszer megértek valamit, akkor az meg van értve. És én nem, hogyha a másik ember nem érti, akkor én azt nem, nem tudom kezelni, mert hogy az én fejemben már Ezért megvan. Ezért kérdezem, hogy ez személyiségfüggő mm -hmm. is, nem? Igen, abszolút, abszolút személyiségfüggő. Hát, hogy magyarázol valakinek, mm -hmm. és azt mondod, hogy nem hiszem el, hogy nem érted. Mert hát igen. ez olyan egyszerű, mert hát az csak olyan, neked egyszerű, csak mondjuk neki nem feltétlen egyszerű. Igen, igen, és akkor... Nem is tudsz sokszor a másik fejével gondolkodni, mert hát érted, az, az a betű után a B van, a B után a C van, hát mi mi nem lehet ebben érteni. A bal és jobb kezesek aránya egyébként az átlaghoz képest megint csak ugye ide uh -huh. tudok kiukadni, magasabb, vagy alacsonyabb, vagy ennek semmi jelentősége is, mert arra is azt szokták mondani, hogy ha, uh -huh. hát ha valaki balkezes, akkor a, általában az intelligensebb emberek vagy ez csak azért szeretik mondani a balkezeseknél mondjuk én is balkezes uh -huh. vagyok, de én nem gondolom, tehát én semmivel nem vagyok különleges, uh -huh. de jó olvasni ilyeneket, hogy uh -huh. hát, hogy a balkezeseknek több az arányuk, Vagy ilyen nincs, vagy nem tudtak, nem, nem végeztek ilyen mérést. Nem végzünk ilyen mérést, ezt speciál pont tudom, hogy a balkezesség az genetikus egy az egyben, tehát, hogy, és az IQ-val az tudomásom szerint nem korrelál. Tehát, hogy semmi köze nincs a, a kettőnek egymáshoz. Nem, nincs. Hogyha még így esetleg közös tulajdonságokat kellene kiemelni vagy megragadni, akkor az a, az a kíváncsiság. Nagyon sokszor, ugye ja, nagyon szeretünk új információkat befogadni, mindenről olvasni, mindenről tájékozódni, nagyon sokféle előadásunk van a menzán belül. Nagyon szeretünk játszani, mindenféle társasjátékokat, logikai játékokat, van 1500 doboz társasjátékunk a menzairodában, nagyjából betölt egy egész falat. Illetve nagyon sokszor a tagjaink, azok ebből kifolyólag rendelkeznek olyan lexikális tudással, ami mindenféle ilyen vetélkedőben való résztvételre predestinálja őket. Nagyon sok tagtársunk van, akik egyrészt ilyen kvízesteken indulnak, vagy pedig televíziós műsorokban sokszor ismerik már egymást korábbról, akivel ott a műsorba egybe őket. Igen, de, de ez is érdekes, amit mondasz, mert szerintem a tárgyi tudás, meg nem függ össze. Bár mondjuk, ha azt mondod, hogy egy intelligens ember kíváncsi, mm -hmm. a kíváncsi ember olvas, ezáltal a tárgyi tudást vesz fel, mm -hmm. és a tárgyi tudás által pedig jól teljesít egy kvízműsorban. Pontosan Inkább így, itt van pedig... ez az összefüggés? Így van, igen. Ezt is sokszor meg szokták kérdezni, hogy aki okos, az intelligens is egyben, vagy pedig fordítva, aki intelligens, az okos is egyben. És ez az utóbbi általában. Tehát aki okos, aki mondjuk memorizál sokféle adatot, az nem feltétlenül intelligens, mert nem tudja mondjuk őket rendszerezni adott esetben, előhúzni a kalapból, amikor az éppen szükséges. Ezért szoktuk mondani, hogy ebben ilyen féloldalas korreláció van. Általában aki intelligens, az pont, pont így, ahogy az előbb elmondtad, ebből kifolyólag okos. Kérdezi köznapi... az információt, a tudást? Így van, igen, és ezért lesz okos a szó köznapi értelmében, tehát ezért lesz művelt, ezért lesz tájékozott. Olvasott, olvasott így van, igen. Akkor gyakorlatilag akkor külön lehet választani azt, hogy most ki mennyire okos, vagy, vagy intelligens. És mi felnőttként az intelligenciánkat nem tudjuk már semmilyen formában. Én már, hogyha én azt mondom, hogy hú, hát én nem tudom, tesztet szeretnék mm -hmm. itt. Jó, egyébként a, na, a teszt miért, vagy csak én láttam, hogy miért matematika alapú? Mert a matematikában van a legtöbb logikai kérdés? Meglátásom szerint nem matematikai alapú. Ha tehát, te hogy inkább. Min <gül> <gül> nem, nem kell, nem kell. Tehát jó, mondjuk az összeadás-kivonás szintjén matematikai alapú, de nem kell hozzá ismerni a másodfokú egyenlet uh -huh. megoldó képletét meg gyököt vonni, meg nem tudom integrált számítani, semmi ilyesmit. Nem kell. Ez egy mintafelismerés alapú teszt. Többféle. Azért kérdezem, hogy többféle teszt van-e, mert nyilván boldog-boldogtalan az internet megjelenésével, ugye erről uh -huh. már beszéltünk kint még a felvétel előtt, hogy ma már mindenki intelligencia teszteket tölt ki, és általában olyan eredmények jönnek ki, hogy itt mindenki Albert Einstein egyébként, uh -huh. aki sétálgat az utcán, ezeket a teszteket amúgy mennyire kell komolyan venni. Ha találunk, akkor megfelelően találunk a olyan IQ-tesztet az interneten, hát. mert most bejutném, hogy IQ-teszt, hát. szerintem 27 igen. ezer eredmény jönnek Igen, és az első tíz a szponzorát, tehát az igen, valakinek, igen, a, valakinek igen. az érdekében áll, hogy azt, azt kitöltsd, és vannak ezek között is egyébként hivatalos meg validált tesztek, illetve lehetnek így pontos, mert én nem töltöttem ki más ilyen tesztet a sajátunkon kívül, a sajátunkról viszont el tudom mondani, biztan állíthatom, hogy az egy hivatalos, standardizált és azonnali eredményt adó ingyenes teszt. Tehát, hogyha valaki a menza.hu oldalon ezt az online tesztet kitölti, akkor a feladatok végén kap egy azonnali eredményt, és ráadásul ez az eredmény, ez erősen korrelál a papírtesten elért eredményhez. Az online teszt az nem a hivatalos felvételi tesztünk, hiszen bárki ülhet a képernyő másik oldalán, de hogyha azon valaki. Ha nem akarod egy... magad becsapni, akkor te töltöd Így ki segítség van, igen. nélkül. Pontosan, de hogyha valaki azon egy 95% eredményt mondjuk elér, akkor ott, ott már tényleg a papíralapú testen is komoly előnyjel, vagy komoly eséllyel indul. Ez az egyik, a másik meg, ugye említettük ezt a kétszerzelékot, tehát hogy a 100-ból 98 emberinél magasabb az IQ-ja, Ez így is van, de aki eljön tesztet írni, ott nem 100-ból 2-nek lesz meg. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk 10-ből. Fel felméri azt, hogy ő ezt jól tudja megírni, valószínűleg az megy el, nem? Így van, de most megint ugye visszakanyarodva a kíváncsiságra, uh -huh, hogy. Uh -huh. hogy aki már mondjuk érdeklődik a saját. Foglalkoztatja, ton, foglalkoztatja igen, felmerül be. Ez, ezt elviszem, ezt a kérdést, mert az annyira, hogy honnan lehet tudni az intelligens uh -huh. emberről, hogy intelligens, de szerintem ezt magukról is sejtik valahogy az emberek. Mert aki viszont eljön tesztet írni, ott 10-ből 6 sikerül. 10-ből hatnak sikerül. Tízből tehát, hogy ott ez az aránya sokkal magasabb, és valószínű ezért, mert hogy... Hogy veszi erre a fáradtságot, foglalkoztatja, és ő úgy érzi a saját személyiségén is, vagy mm -hmm. a saját munkájén, hogy kicsit kilóg. Igen, 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 abszolút. Hogyha, hogyan lehet ezt jól kezelni? Hogy te egy intelligens nő vagy, és, és mm -hmm. a, egy... egy Átlag, ne, most ha most, nem, nem mm -hmm. nők, intelligens ember, mm -hmm. vagy nehogy megsértődjenek, hogy azt gondolom, mm -hmm. hogy a nők nem intelligensek, mm -hmm. nincs így, szerintem mm -hmm. nagyjából fele-fele nem? Az arány egyébként. Um, Két egyharmad. egy És ez nemzetközileg is. Nem, a férfiak ja. felé. <laughs> <laughs> Egyébként ennek Akkor az. Jó okait... fej volt, ami megelőlegesztett a feleséget. Abszolút, abszolút köszönjük, hálásak vagyunk érte. Köszönöm a nők nevében. Egyébként ennek az okait nem kutattuk szintén. Valószínű az is benne van, hogy ugye neveltetésünknél fogva az, hogy nekünk magas, már ugye a nőknek magas uh -huh. kognitív képességeink legyenek, meg úgymond okosak legyünk, vágjon az eszünk, az, az annyira nem női tulajdonság még mindig. Tehát, hogy, hogy inkább... A, azt gondolom, hogy, hogy, mondjuk inkább egy... egy egy, egy fiú gyereknél mondjuk azt, hogy ú, hát akkor most ő olyan, olyan, logikusan gondolkozik, olyan okos. A nőknél, ami ilyen kiemelt tulajdonság, az, az még mindig inkább a gondoskodás, a, a szociális készségek megléte, a, a kedvesség, tehát hogy egy kicsit, ez is egy De ez tendencia. Járhat kéz a kézben együtt. Ez zárja abszolút, ki? Abszolút abszolút járhat, csak arra akartam ezzel utalni, hogy valószínű ez is az oka annak, hogy a nők ezt kevésbé érzik, úgymond, fontosnak. vagy. Nem, mert, hogy kevesebben, érzik... kevesebben mennek el, legéb... vagy a számokat ti látja, mm, mert azt látod, azt, hogy hányan jönnek el? Igen. Hát nagyjából egyébként fele-fele arány, talán egy kicsit többen vannak a férfiak, mint a nők. Óriási kata, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, abszolút köszönöm. Köszönöm.